Nem értem. Komolyan mondom, felgyújtanám fel, olyan, hogy rálacsolnék egy kis benzint, azt hadd égjen. Hát én beleverném az arcába, aki ezt, nem tudom, megtervezte, vagy én nem tudom. Sziasztok, itt Miharu, és ma egy csodás videót fogok nektek mutatni. Idegállapotban vagyok, és az arcom egy szorja, mert már kisírtam magam. Bekapcsolom a gépet, fogom éppen a kávém, és már ha a gépbe akarnak kapcsolni. Hajnali 2-ig játszottam, szóval nem értem, reggel van, alig telt el pár óra, és nem tudom felfogni épésszel, hogy hogy működik az egy elektronikai cuccnál, vagy bármi másnál. Egyik nap működik, eltelik pár óra, azt mondja, hogy én nem. Mi? Hogy? Nem értem. Tiszta ideg vagyok. Nem bírom felfogni egyébként épésszel, és pont abban az időpontban talál el ez a dolog, amikor a nő legveszélyesebb a hónapban. Nem értem. Komolyan mondom, felgyújtanám fel, olyan, hogy rálacsolnék egy kis benzint, azt hadd égjen. Kinyomnám az ablakon, ha valaki ilyet gyárt, hát megőrülök. Komolyan mondom, hogy működik ez, hogy működik, azt nem működik. Ezt nem tudom felfogni, hogy működik, aztán meg nem működik. Kész. Ettől idegileg ki vagyok. A gép látja, hogy be van kötve mind a három HDD. Nyilván az egyik, ebből egy SSD. Amilyen a Windows. Úgyhogy most megnézem, hogy hát, ha kihúzom és visszadugom, nem tudom, de hogy lehet ez, hiszen ki se húzódhat, hiszen, de akkor nem is látnám. Nem tudom. Hiszen be van építve mind a három, egyszerűen nem tud kijönni onnan, mert olyan úgy be van építve. Szóval a következő lehetőségek vannak. Vagy ez lesz, vagy megdöglött. Hány hónapja? Milyen hónap van? 7. hó. 5 hónapja cseréltem egy másikat, mert meghalt az előző, amin a játékok voltak. Akkor kaptam, hála jó Istennek, születésnapomra, még pont, hogy vettem volna magamnak, születésnapra kaptam egy 2 terás vinyót. Nem azon van a Windows, hanem a 3 éves SSD-n. Nem értem, hogy lehet ez? Egy elektronikai szakembert megkérdeznék, hogy amikor te ezt összerakod, hello, a gyárba, és egyik nap működik, a másik nap meg nem működik, hát én beleverném az arcába, aki ezt, nem tudom, megtervezte, vagy én nem tudom. És köszönöm, odaadnám a hangyáknak, hogy szedjék széjjel, vagy én nem tudom. Na mindegy. Felülemelkedtem. Jó. Úgyhogy most gépet fogunk szerelni. Úristen. Igen. Ott a körben tudsz most, igen. Szóval ott van az a csodás gép. Ott lent, hogy johadna meg. És most kihúzom, és megszereljük, vagy én nem tudom, mit csinálok, vagy felgyújtom. Eltávolítjuk róla a cukrot, már ugye körmet csináltam, csak... Csodálat. Ugye nem csavarok tartják össze, hanem ugye mágnesek az egészet, és ez ilyen mocsok nehéz. Nem baj, egy kis takarítás is rám fér. Körmös cuccelő. Igen, nincs ilyen kifúgó, úgyhogy csak a hőlégfúgó nem jó, de hát ez nem egészséges, ugye? Édes Isten, látjátok ezt a formennyiséget? Óriás csavar. És neki tárgyak az földre. Úristen! Amúgy nehéz. Gyengén. Nézzük! Szóval a... Mindjárt meglátják. Ezt is. Tehát így is közelben mondom mind... Csodálat tartja össze. Hát... Nem a... legsukárabb. Olyan, látok el, ez ilyen. No. Hát, igen.
retekinnyó, nem durván azért. No, hát most már nagyon csudi. Na mindegy, ugye a vinyók, azok ugye ott lent vannak. El vannak építve, és én nem is értem, hogy hogyan tudnának ezek konkrétan kijönni. És ugye nem tudja felfogni a szervezetem, hogy ha... Nem bírom felfogni. Mégis hogyan jó tevenyerekbe csinálja az, hogy működik. És akkor egyszer így hirtelen jöttek. Ugye ez erről nem bújtol be. Tehát, hogy én ezt nem is értem. Tehát, hogy működik, meg minden, és egyszerűen csak úgy gondolom, hogy akkor hello. Tehát be van építve, tehát, hogy még ki se tudna jönni? Itt majd ide visszakötöm, tehát erről nem, az nem újjék, csak hogy... Csak rossz érzés, értitek, hogy nem bújtol be. Szóval, ha most kiszedem ezeket, szépen megtakarítom persze. Kiszedem most a mondani, ami így van. Ugye ő. És nem bújtol be úgy utána, hát akkor én... Akkor minden egyes dolog, ami rajta van. Egy pár program van rajta, amin videózok, amivel videózok, stb. Azt lementem. Nem bújtol be róla, akkor még egy dolgot megpróbálok. Hogyha én hozzam, de ha nem jó, akkor veszek egy másikat. Vagy várjatok, vagy nem. Következő lépés. Fogom. Visszakezdtek a gépen valamit, nem működik. Jó, nem baj. Akkor a következő után a chapter 2. Ráteszem másikük gépre, és megpróbálom, ami rajta van Windows, így belemenni. És egy rendszer. Újraállítást készíteni. Ha az sem működik, már pedig miért engedne be akkor? Ha nem működik, akkor újra kell húzni. Ha jók a partíciók, ha nem, hát akkor nincs más, akkor abban a percben újat kell venni. Tehát, hogy... Akkor így tetszik vagy sem, hát szívtad. De először, amit tudsz, esetleg ezt le kell menteni róla, mert ennek miért ilyen picika? Hát elején. Visszaduddossuk. Miért leg visszamentél? Mi megnézzük? Aha. Elméletileg. A gyakorlat az meg nem ugyanaz. Aha. Hát remélem, hogy csak ennyi volt a baja, hogy mindjárt meg tudjuk. Ennyi kis kutyaször van itt, új, nézd, vissza van csavarozva. Hát tudjuk, ez már innen, mint a beton. A Katiban a gyerek, ugye? Na, jó. Ezt így hagyom egyenlőre. Csak a tetejét fogom visszarakni. Hogy van ez? Nem jól. Elbasztam. Mi? Nem, jó, úgy csináltam. Nem igazán vettem még le. Na, szépen vissza is van rakva. Nyomtuk. Világít, mint egy karácsonyfa. Elől is ugyebár. Van ott olyanok az nyomok. Úgyhogy most így nagyon esküszöm, olyan szinten nem hiszem el, imádkozom. Én még nem imádkoztam ennyire. És bejött a Windows! Úristen!
Ott! Édes Istenem! Ezek szerint ki volt húzódva, de hogy? Én ezt azért egy... Engedjétek meg, hogy nő legyek egy kicsit, aki nem ért az elektronikához. Azért nem értem, mert... Tehát be van építve? Hát hogy a jó Istenbe? Tehát ez... Hogy jön ki belőle egy ilyen kábel, ami be van dugva? Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy nem is jött ki a kábel? Akkor mi baj volt? Mindegy, szétszettem. Egy ilyen tanulságos videó szerintem arról, hogy hogyan bénáz miharúval, hogyan így, hogyan szerencsét. Egyébként, aki tuti, aki ezt nézi és ért hozzá, az szörnyet halt már, vagy ha háromszor. Ez ilyen nőiesen megoldottam. Ha meg kéne, igen, óriás dolgok van. Ha meg kéne mondanom, hogy amúgy mi baja volt, nem tudom. Szóval, hogy fordulhat ez elő, hogy ez történt? Jézusom, milyen por... Te jó úristen! Na jó, hát ezt nem akarom nektek megmutatni. Hát jó, oké, ez azért ennyire poros, nyilván. De nagyon durva. Ez mi ez a por? Te jó ég! Odani! Zumbolj rá! Ez mi? Mi ez a por? Most felállunk! Összetakarítunk, mert azért itt azért... Ilyen pormacskák jöttek ki minden honnan. Úgyhogy... Itt fel kell takarítani, nincs mese. Oké, hát... végül is... megfelelő vége volt a mesének. Szóval... csodás eszköz. Működik. Most szétcsesztem itt mindent, de no problem. Megszereltük. Úgyhogy most nekikezdek egy kis munkának. Időre kész legyek, mert ma kész kell lennie. Aztán... nektek fogok videózni. Ezt meg... szerintem gyors megvágom, azt felteszem nektek, hadd örüljetek. Lássatok, ilyen béna vagyok. Nő vagyok és túlsúlyoztam kicsit. Nem működik. Szét vagyok sírva. Szétsírtam magamat reggel, hogy miért nem jó. Ott voltam a BIOS-ba beállítani mindent. Tudod, nem hittem el, mondom... Akkor mondom, volt egy ilyen olyan lehetőség, tudod, hogyha elmentette az előző ugye beállításokat, hogyha a bootolásnál lenne valami rossz, akkor visszamentem, nem volt jó, hát miért tettem, hogy mi van? Akkor megnéztem telefonról, hogy YouTube-on ilyen dolgokat, az se működött, tehát mondom, jó, akkor ezt kell csinálni, újra kell, vissza kell zizélni. Ez volt a legegyszerűbb. Lépés, hát ezt mondjuk csinálhattam, de először kiakadtam, úgy istenesen, rendesen, tehát így elkezdtem sírni, tehát így idegből, tehát nem azért, mert mondjuk, hát én olyan szomorú vagyok és fú, hanem az ideg, hogy működik az, hogy működik, aztán nem működik, mindegy. Így ez volt. Édes Istenem, most kicsit szégyellem magam. De nem, ezzel mit szégyelni? Hát miért kéne? Hát, na, ideges állapotba jöttem. Nem volt jó. Azt visszaraktam, mint Katiban a gyereket. Kész. Úgy áll most már benne. Szóval remélem, hogy nem lesz több ilyen. Most akkor az lesz, hogy fogom magamat. És videózni fogok. Egy kis munka után. Ja, és a kávé. Persze, az nagyon fontos. Lehet, hogy megsírtam még, az a baj. Mindegy, engedjétek el, én elengedtem. Úgyhogy így kell csinálni korán reggel, na. Úgyhogy sziasztok. Működik.